Sajnos nem vagyunk olyan paszban, hogy most tudunk számítani bármilyen eredményre. Nekünk van egy feladat, hogy minél hamarabb kell felállni ebből, ahol vagyunk. Lássunk nagyon jó, tisztában, hogy mit hiányzik, és ezt pillanatra kell javítani, hogy legyünk eredményesebbek. Azért, mert azt gondolom, hogy minden három meccsben közel voltunk, nem történt az a három pont. Most megyünk egy erős Debrecen ellen, ahol nem is tudom, hogy hányszor György nyert Debrecen ellen ott, de nem sokszor, az biztos. Szóval most ez van, tudomásra kell venni, hogy ki ellen játszunk, tisztában vagyunk ebben, tisztában vagyunk, hogy idáig szereplés nem elég a célokhoz és a szurkoló elvárás, és tényleg minden nap dolgozunk, hogy ebből kikerüljünk. Ugye azt mondtam most is, hogy nem vagyunk ugye jó paszba. Ugye a három meccs az nem úgy sikerült, ahogy sikerünk kellett volna, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen rangadó egy meccs ezt meg tudja fordítani, ezt a helyzetet. Nem lesz könnyű meccs, de igazából melyik meccs könnyű, ugye? Mint a kis csapatok ellen, mint a rangadó, szerintem mindegyik más miatt nehéz. De tényleg úgy gondolom, hogyha amit a mesterkérés megvalósítjuk, illetve 100%-osan koncentrálunk a pálya minden részén, akkor úgy gondolom, hogy a három pontot el tudjuk hozni. És természetesen azon leszünk, hogy minden erőnkkel egy magabiztos győzelmet tudjunk alkotni. És ezt ebből a helyzetből kihúzzuk egymást, illetve ezt az egész helyzetet megváltoztassuk. Egész héten keményen edzünk, hogy megszerezzük hétvégén a három pontot, ezért teszünk meg mindent maximálisan, és szerintem mindenki meg oda teszi magát, és ha csapatként együtt oda megyünk, és elhozzuk a három pontot. Önbizalom hiányzik, önbizalom attól jön, hogy van az eredmény. Koncentráció az a második rész, ahol tényleg tudnám sorolni nem csak a három bajnokit, hanem két ligakupa is, egyforma dolgok történtek, és akkor is mondtam, hogy az a pici most nekünk sok, még mindig ott tartunk, hogy olyan kis apróság történik, ahol például most a második gól, ami Pécs rúgott. Legközelebb hozom itt a videó, és mutatom, mire gondolom. Második szöglet, 9 játékos fordult a hátát a szögletnek, kapussal együtt, 9. Azt kérdezem én, hol van most az? És mi az, hogy hív az a hiba, mint a koncentráció hiányosság. 9 játékos szögletne ellenfélnek, nem nézi a labdát. Egy kicsit sok. Azt gondolom, hogy egy múltkor is azt mondtam, egy igazi győzelem. És most van olyan lehetőség, tudna fordítani sok mindent. Egy ilyen csapat ellen. Mikor már senki nem is számít annyira. Hát ez az én feladatom, hogy minden, ami csak lehet, beszélek egyéni beszélgetés, minden nap beszélünk, videózunk, próbálkozunk áttenni eztet, hogy foci egy öröm. És 2-3 sikertelenség után senki nem felejtette csinálni, ami ideig jó csinált. Erre próbálkozunk, de nagyon feszült vannak a játékosok, azért, mert ők is éreznek, és nagyon akarnak. Ebből egy kicsit más irányba belementünk. Hát nyugi, hát most mi van? Biztos bennmaradás van. Én azt mindig kérem, hogy mindenki saját magával foglalkozik, saját feladattal, és mindenki megcsinálja az övé dolgot. És akkor, ha rakunk 10 játékosot, mindenki megcsinálta saját, akkor biztos, hogy fogunk indulni, azért, mert én most is mondom, hogy mink egy jó csapat vagyunk, aki jó munkát végzett, de egyszerű sok minden nem velünk áll, amiben mindannyian hibáztunk valamennyi részbe, ki mibe, azt majd egyszer beszélni fogunk, mikor az lesz legfontosabb. Most
Most az a legfontosabb, hogy csapat indulja, hogy tudunk kiszolgálni a szurkolót, az elvárást, és mutatni, hogy nem felejtettünk jó csapat lenni. Itt csak a csapat fontos, meg az eredmény, hogy tudunk kiszolgálni ezt az embereket, aki tényleg imádnak ezt a klubot, és nekünk az a felelősség, hogy mikor kimegyünk a pályára, 1500% tegyünk, hogy kiszolgálunk ezt az embereket, aki utolsó pénz adják a jegyre. Ez igazi szerelem, azt látunk a Máltán, Bulgárián, mindenhol. Hát most nem rúgunk be gólt, kapunk ilyeneket, az benne van. Csak hogy tudunk mindenkinek szemébe nézni, hogy oda tettünk magunkat, hogy megtettünk, hogy nem szégyelünk. Hát most van kapufa, van 11-es, nem rúgott be 11-es, van pocsagó, minden van, és sajnos ez most minden ellenünk jelen pillanatban. De akkor is oda kell tenni, hogy utána tudunk oda menni a nézőkhöz, mondani, mindent megtettünk. Ami idáig volt. Nem tudok mondani, hogy nem.